Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Pál Marista Általános Iskolában. Nagy Józsefné igazgatónővel beszélgettünk, és mögöttünk egy betlehemi jelenethez készültek el negyedik osztályosok. Ma mindenki egy-egy jelenetet ad, mindenki megnézheti, aki érdeklődik. Láttuk, hogy egymásnak adják a kilincset, a kicsik, nagyok, tehát azt hiszem, hogy ez egy sikeres rendezvény. Igen, immáron harmadik éve adjuk elő az élő betlehemi kiállítást. Az a karácsonyra való készülődésünk nem ezzel kezdődik, hanem az első gyertyagyújtással. Minden héten összeül az egész iskola, és akkor közösen gyújtunk gyertyát, tehát a ráhangolódás, a készülés erre a csodálatos ünnepre, hiszen Jézus születését várjuk, már azzal elkezdődik. Aztán eljön ez a december közepi időpont, ez a 13. időpont, amikor az egész iskola nagyon-nagyon sokat készül, nagyon sok jelmez, díszletet készítünk, a gyerekek tanulják a szerepet, és nagy izgalommal, nagy várakozással várják ezt a napot. Már most ebben az évben megközelítjük a látogatók számában a 300-at, olyan sokan jelentkeztek be az iskola, a város többi iskolájából, illetve felnőttek is, érdeklődők is. Éppen emiatt az előbb mondta, hogy kettő szereposztás van, tehát délelőtt más csoport játsza ugyanazt a jelentet a osztályon belül, mint délután. Igen, legelőször is a saját gyerekeinknek szoktuk előadni, hiszen csak saját magukat látják, még szerepelnek, tehát végignézik, elmennek a tornaterembe, ott filmet néznek, egy kis vetélkedőn vesznek részt. Délelőtt, akik szerepelnek, akkor ők mennek azután délután a tornaterembe, tehát cserélődnek a szerepek, hiszen azért elég fárasztó ez a gyerekeknek. Elsőtől nyolcadikig részt vesznek a gyerekek, tehát a kis pici elsősök is elfáradnak azért kellőképpen. És milyenek a visszajelzések a szülők részéről, vagy a szereplő gyerekek részéről, tehát örömmel vesznek ebben részt? Igen, a gyerekek erre nagyon készülnek már. És azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a város többi iskolájában, illetve óvodában, már Berekfürdőről is jöttek most ebben az évben, és hát nem csak a szűken vett katolikus hívek jönnek, hanem jönnek a nagymamák, a szomszédok, a keresztmamák, tehát egyre bővül a kör, azok köre, akik ezt az élő betlehemi kiállítást megtekintik. Akkor azt kívánom, hogy a 300-as létszám az már elérték, legyen 400-an, nagyon sokan jöjjenek még el is megnézni ezeket a jelenteket, és találkozunk jövőre is hasonló szép rendezvényeken. Köszönjük szépen, várjuk a kedves tévénézőket! Nagyon kedves tévénézőket, hogy eljöttetek iskolánkba!